ifjú ostobasága előtt, de nincs, aki visszaköszönjön ő nekik. Az ókori görögök kétféle időt különböztettek meg, a kairoszt, az alkalom vagy a kedvező pillanat, és a kronoszt, örökkévaló vagy folyamatos idő. Míg az első reményt kínál, a második figyelemre int. Kairosz a leleményesség ideje, kronosz a bölcsességé. Halottaink és meg nem született leszármazottaink a kronosz birodalmának lakói, és folyamatosan duruzsolják fülünkbe figyelmeztetéseiket, amiket meghallanánk, ha hajlandók lennénk kitekinteni megalkuvó kairosz típusú álláspontunkból. A kairosz aranykorát éljük, vagy inkább a kairosz higanykorát, folyékony, képlékeny, csillámló, mérgező, háborzongató. Semmisl öreg piac terén ülve kitekinthetünk a kairosz típusú álláspontunkból, és megláthatjuk az elmúlott évszázadokat éppen úgy, mint a közelmúltat, vagy az eljövendőt. Csak fülelni kell a felületes zajok mögé, a csöndbe, a beszédes csöndekbe, és meg kell látni a valóságos dolgokat. Például Schweiket, a derék katonát, ő a legvalóságosabb. Ő vele folytatjuk a barangolást.